Itt láthatunk egy szép hópihét itt mögöttünk. Ez pontosan mi és mi célból képítettétek? Szia! Prokai Ádám vagyok, a Magyar Iparművészeti Egyetemnek egy végzett hallgatója. A Binaura nevű csoporttal és a Rakéta csoporttal készítettük ezt az installációt. A Binaura csapat egy másik képviselője, Samu Bence van még itt. Velük ilyen fizikai programozásokat és ilyen interakciókat tervezünk. Ez is egy olyan installáció, ami interaktív és szenzorokkal, ultrahangos szenzorokkal működik. A másik csapat pedig a Rakéta csoport, akik meg különböző performance-okat, installációkat csinálnak. Most ez a két csapat együtt dolgozik egy ilyen projekten, baráti társaság, és így hoztuk létre ezt a 21 párbeszéd nevű pályázaton ezt a munkánkat, aminek most volt az elbírálás, és szerencsére sikerült és tetszett. És itt megpróbáltunk minél inkább a kompaktság fele menni, tehát sikerült olyan ledeket szereznünk, amelyek egybe vannak, tehát készen vannak, szintén sikerült olyan szenzorokat beszereznünk, amik távolságot mérnek, ezek tulajdonképpen a férfi WC-kben megtalálható szenzorokhoz hasonlóak nagyon, tehát ha valaki közel áll hozzá, akkor beindul valami működés, itt tulajdonképpen egy ilyen nagyon pici mikrochip van felprogramozva egy olyan programmal, ami figyeli a szenzoroknak a bejövő értékeit, és ez az érték valamilyen közelség alá megy, akkor tulajdonképpen egy algoritmus egy ilyen átmenetet generál a ledeknek a fényébe. Tulajdonképpen egy ekkora méretű tömböt nem tudtunk igazából meghatározni, hogy mekkora súly lesz az, amit ő képviselni fog itt, és tömeget így magában. És úgy terveztük, hogy előre láthatólag leásunk egy ilyen másfél méteres mélységig, és egy ilyen technológiával rögzítjük és stabilizáljuk az objektumot, de sajnos a helyszín az nem alkalmas erre, és pincerendszer van alatta, és ezt nem... Kölcsön elég sokszor akadnak az emberek ilyen, hogy le akarnak ásni két méterre, és valami rom vagy régiséget találnak, hát itt is belőle köztünk valami is.